Igen, nekem erről van a ház fogalmára van egy elég érdekes vagy különleges meghatározásom, mégpedig az, hogy talán belefűzöm azt is, hogy miért és honnan ered ez a különleges felfogás. Afrikában éltünk 4 évig, Afrikában, ahol a hagyományos házak agyagból készültek. Tehát a föld felülete, a ház fala, a ház mennyezete kívül belül mind ugyanabból készült. Nagyon egyszerű volt felfogni a felület azonosságát, tehát és a felület folytonosságát. Tehát én úgy tekintem a házat most is, és tervezésben és elemzésben is, hogy az a föld felület folytatása, amely az ablakokon keresztül bejön az épületbe, utána megint visszamegy, és így egy érdekes formulát képez, amit én úgy hívok, hogy a végtelen gyökere. Tehát a ház, a házak, az építészet, az tulajdonképpen lefogja, leköti a végtelent, mert mi vagyunk a végtelen széle. Innentől kezdve a végtelen kitárjad. Úgyhogy ez a legutóbbi összefoglalt és kifejlesztett nézetem, hogy úgy mondjam. Ez persze nem zárja ki azt, hogy tradicionálisan fogja fel az ember a házat, azaz a, mondjuk, hogy az élet színpadaként, mert az folyik benne, és az az elsődleges, nem a formája, nem is az anyaga, hanem az, hogy élnek benne az emberek, és hogy élhetnek benne az emberek. Otthon, védelem és inspiráció talán ez a legfontosabb, talán az utolsó, mert ugye a ház, azt kiterjesztjük nem csak a lakóház fogalmára, hanem ház általánosságban, vagy épület általánosságban, tehát ott az otthon nem mindig alkalmazható, de az inspirációnak ott kellene mindig lenni. Szeresse az ember a házat, ahol van, tehát szerethesse, azaz ne legyen semmi olyan fizikai, vagy érzéki, vagy érzelmi tényező, ami ezt a szeretést megakadályozhatná. Mondjuk a háznak viszont kell szeretnie az embert, talán ezt így lehetne megfogalmazni. 1969-ben tervezhettem. Az egy 25 lakásos, 25 penthouse-szól kétszintes lakást tartalmazó épület volt Gyöngyösön, ahova előzőleg már a félvezető gyárnak a terveit is én csináltam, és ez a ház tulajdonképpen a meghívandó svéd és német, nyugat-német akkor még tudósok és mérnökök számára készült, akiket Svédországból, Németországból, Dániából kívánták oda csábítani a gyöngyösi gyárba. Úgyhogy ez megfelelő igénnyel készült. Nem tudom, hogy ma is megengednék-e, hogy ilyen komplikált szituációt építhessenek ismeretlen és még nem visszaigazolt igényekre. És rengeteg pályázatot is megcsináltam. Habár csak egyen nyertem, a Tüskecsarnok pályázatán, amit a dr. Lázár Antal professzor úr volt előző dékán úrral, közösen csináltuk, méghozzá távközlésben. Pennsylvániában voltam abban az időben, több száz faxot küldtünk oda-vissza egymásnak, és ezt a levelezést, amely egészen a rajzokon kívül egészen személyes, ugye egy kedves tóni, szeretettel Péter formában, ez benne van a tavaly megjelent Making Evergreen Architecture, azaz
Örökzöld építészet készítése című könyvünkben. Amerikában is építettem irodaházakat, elég nagyot is még hozzá, Alabamában, Alabama fővárosában, Montgomery-ben csináltam egy 2800 személyt befogadó állami irodaházat, amit mondjuk itt a minisztériumi épület rangjával felelne meg, egy már meglévő igazgatási területre, és ott pedig az volt, hogy a követelmény az volt, hogy egy meglévő klasszicista, de később a 20. században épült, tehát nem eredeti stílusú épületekhez valamilyen módon alkalmazkodó, de modern épületet kellett csinálni. Ott is bevált az a módszerem, méghozzá többszörösen, amit mindig követek, hogy a részletrajzokat először szabadkézzel felrajzoltam, és a két hetenként megismétlendő gyűlésen, ahol az állam képviselői jelen voltak, ezt a folyamatot bemutathattam. Tehát a kritikusként meghívott állami tisztviselők szinte részesei lettek a tervezésnek, mert minden folyamatával megismerkedhettek, és ezáltal tehát nem ők és én, vagy ők és mi, hanem mi mindnyájan csináltuk a tervet. És ezt a módszert azt hiszem, hogy mindenképpen fontosnak találom, hogy ilyen értelemben a kliens is része a tervezésnek, mivel neki készül a terv. Tehát mi fejlődünk, fejlesztünk egy zéró pontról, vagy még annál is alacsonyabb szintről, arra a pontra, amikor azt mondjuk, hogy talán ez. Úgyhogy ezt a nagyon exakt és előírt procedúrákkal működő komputerrajz nem tudja produkálni. Tehát akkor, amikor a tudás és az érzés egyesíthető és egyesíteni kell, akkor az egyetlen módszer a szabadkézi rajzolás. Most ez a szabadkézi rajzolás persze nem jelenti azt, hogy irka-firka, macska-kaparás. A szabadkézi rajzolásnál angol diákjaim, vagy angol nyelven beszélő diákjaimnak azt mondom, hogy emlékezzenek a 3P betűre. Az első a passion, a szenvedély, a második a patience, a türelem, a harmadik pedig a precízió. Szóval ezt, ha egyesíteni tudják, már pedig gyakorlattal egyesíteni lehet, akkor nincs semmi baj, mert meg tudják valósítani álmaikat. És ez az álom megvalósítás tulajdonképpen ez az, mert én szerintem az építészek egy ilyen beleérző, empatikus képességgel kell, hogy rendelkezzenek, meg kell, hogy érezzék, hogy mi a másik embernek a jó, mert nem maguknak csinálják a házat. Tehát ezen a módon ezt az empátiát, ezt az együttérzést elő lehet hívni, ki lehet fejleszteni, és utána természetesen, amikor egy bizonyos szintet elért a megoldás, azaz kiküszöbölődött az a bizonytalanság, amit előzőleg mondtam, akkor meg lehet csinálni a műszaki rajzokat és a konstrukciós terveket. De ha előtte a komputer gyorsasága miatt egy hányaveti terv kerül oda csak, akkor azban majdnem biztos, hogy emberek nem fogják jól érezni magukat. Én úgy szoktam mondani, hogy én társ tanuló vagyok, vagy társ diákja vagyok a diákjaimnak, mert én legalább annyit tanulok tőlük,
vagy annyira ismeretlen az anyag előttem is, mint nekik. Tehát ha ezt a fajta, mondjuk, hogy nagy képűséget levetem, és azt mondom, hogy ezt én se tudom, de tanuljuk meg együtt, akkor szerintem a leghatékonyabb. Úgyhogy azt kell mondanom, és ezzel egy kicsit dicsekszem is, mert hát 50 éve tanítok, ez alatt az idő alatt rengeteg diákom volt, elképzelhetik, minden évben százasával gondolom, és nagyon sok barátom is van ezek között. Azt viszont ki kell emelnem, vagy hangsúlyoznom, hogy ez nem azt jelenti, hogy a felelősséget levetem, mert például azt gondolom, hogyha egy diák nem jó tervet csinál, az legalább annyira az én hibám, mint az ő hibája, mert nem tanítottam meg egyszerűen. Szóval fel kell ismerni mindenkinek az erejét és a gyengeségét, és ha azokra figyelünk, amikor úgymond tanítunk, akkor ezzel sokkal könnyebb őt is fölemelni arra mindenki által képes, elérhető szintre, amit azt hiszem minden diáknak el kell, és el tud érni. Szóval ez azt gondolom, hogy a mester szerepe.